Szerbusztok! Ismételten három mérkőzés látható egyhuzamban az én előadásomban. Három random Protoss ellen fogok most zsinórban mérkőzni, és ezt fogom számotokra prezentálni, úgyhogy meglátjuk, hogy a három mérkőzésből vajon hányat sikerül megnyernem, vagy pedig elveszítenem. Na, ez itt az első mérkőzés. Fladderbus nevezetű piros Protoss játékos ellen a jobb alsó sarokban, én pedig jobb bal felső sarokban kék zerg színekben indítok. A pálya pedig Belshire Vestige fantázia névre hallgat, ez egy keresztű kasú rámpákkal átövezett dzsungel témás pálya. És a Protoss játékos szemben láthatóan egy proxy pylonnal próbálkozik, tehát egy igen merész indítás, míg nálam egy standard overlord küldés, illetve drónolás látható, készülnek a dolgozók, és már készül a gateway, ajjajjajjajjaj, ez így nem lesz túl jó, hogyha ezt nem szúrom ki időben, itt elindult egy overlord, de valószínűleg csak idáig, igen idáig megy, nem fogja kiszúrni pont a gateway-eket, ez egy igen aljas kezdés a Protoss játékostól, de megteheti, mivel ez egy 1v1-es térkép, tehát csak a bal felső és a jobb alsó sarokban kezdhetnek a játékosok, és így fixen tudják egymás kezdő pozícióját, ami kitűnő lehetőséget biztosít arra, hogy ilyen aljas húzásokkal indítsák rögtön a játékot. Két gateway rögtön így a 2,5 percnél, 2,5 percen belül, én pedig települök, készül a második bázis. Hát, ha ezt nem szúrom ki, akkor itt nagyon nehéz helyzetbe fogok kerülni. Közben készül a spawning pool, de már jön az első zelot. És eddig semmelyikünk sem derített. Ez is érdekes, mivel se én, se ő nem láttunk még derítő egységet, így fokozottan lehet gyanakodni valami turpisságra, bár szerintem a Protoss itt nagyon bízik magában, hogy kedves Fladdermus kolléga, hogy be fog jönni neki, de majd mindjárt kiderül, két zelot készen áll, és elindultak a zergfészek irányába a 3,5 percnél, és gyakorlatilag még egy spawning pool sincs kész, ez így most nagyon kellemetlen lesz, ajjajjajjajjaj, elindultak a zelotok, elkezdték a spawning pool-t felprédálni, és közben újabb két zelot fog érkezni hamarosan a mixbe, közben elindult a dolgozók után a zelot, gyorsan közrefogni. Jó, a dolgozók túlerejével szemben azért hál' Istennek a zelot is tehetetlen, és eddig csak egy dolgozó veszett oda, kettő. Hát sajnos a zelotok nagyon csúnyán kaszabolják a dolgozókat, úgyhogy ez egy ilyen SOS helyzet. Hú, szerencsére a 4 zerling az pont sikerült felfogni a zelotot. Nagyon jó. És... jön a Queen is. És utolsó zerling versus zelot. És a zelot nyert 16 HP-val. Na, itt közben készül egy spinecrawler, hogyha újabb zelotok érkeznének. És újabb két zelot érkezik, és chronobooszttal gyorsítva készül az utánpótlás, és ezek már az újonnan épült hatcherit vették célba. Újabb zerglingek születtek, hogy megállítsák a zelot előre nyomulást, de ezeket sajnos pengejérre hányják, hát ilyen pszichonikus pengéik vannak a zelotoknak, úgyhogy, és nagyon sokat sebeznek, főleg zerglingekben 8-at, és ezt kétszer, tehát egy zergling jó esetben 2 vagy 3 suhintás egy zelotnak. Jött a Queen, gyorsan beköpi a hatcherit, de ez a 3 zelot ripityára szedi szerencsétlen. Közben itt elkészült a spinecrawler és egy újabb Queen, nem, zerglingek, a Queen is harcba indul, közben újabb két zergling próbálja megmenteni a hatcherit, de mind hiába ez a 3 zelot, és most már újabb 2 érkezett, ez így egyre szorultabb helyzet, vajon ezt meg lehet állítani? Ez csak legalább ennyi spinecrawlerrel lehetne, tehát lehet, hogy jobban tetten volna, hogyha azokba investáltna, ott jön a következő spinecrawler, és közben újabb zerglingek próbálják gyengíteni, de minthiába itt most már túlerőben vannak a zelotok, és újabb 2 készül, mindeközben az overlord leparkolt a bázis fölött, lehet, hogy oda kellett volna küldjek több zerglinget, de kész, jönnek szépen a spinecrawlerek, közben elkezdték a spawning pool-t is felprédálni, és csak egyetlen egy spinecrawler állja útjukat, közben a munkásokat is harcba küldtem, hogy elzavarja minden az zelotokat,
És úgy tűnik ezt a hatcheryt békén adják, és próbálják kikapni a spawning pool-t, hogy ne tudjak több zerlinget vagy spinecrawlert építeni. Egy újabb spinecrawler megszületett, és egy újabbat pedig elintéztek sajnos, de két spinecrawler már elég hathatós ellenállást jelent az négy zealot számára, de sajnos folyamatosan érkezik az utánpótlás, és ha nem vigyázok, ez könnyen a játék végét jelentheti, így a hetedik perc után. Igen, egyelőre még próbálkozik, közben próbálom a munkásokat pótolni, akik hősiesen elestek a fészek védelmében, és most inkább a második fészekre vetette rám magát, aljas módon a védtelenre. Közben nézzünk egy bevételi mutatót. Hát neki 11 munkása van, nekem meg 9, és készül még 2, és úgy egában leszünk, viszont ő határozottan előnyben van, nézzünk csak egy vereség, veszteséglista. Igen, nekem kétszer annyi veszteségem volt sajnos, így a csomó zerlingem és most a hatcherym is odaveszett, ami igen csak sajnálatos, és itt már készül az újabb adag zealot chronoboost-tal. Ajja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 jj
egyre nyomuló zealot seregeket, és épp hogy csak van pénzem most egy újabbra, ezzel gyorsan be kéne védeni, és elfalazni, hogy nehogy meghaljon, mert ha ez a spawning pool lemegy, akkor gyakorlatilag vége is lehet a játéknak. És nagyon sok az elok, nagyon sok valami, 3 spinecrawl elég lesz. Nem lesz elég, jönnek a munkások is, próbálják hátba kapni őket, de kész ez a spawning pool, sajnos megadta magát. Gyorsan egy újat kell lerakni, mielőtt még itt komoly bajok lennének. Ajaj, és folyamatos az elotok tápótlás, ez így nem lesz jó, nagyon nem lesz jó. 4 darab spawning spinecrawler és 1 darab királynő áll itt a zealot offenzíva útjában. Már csak 3 spinecrawler, közben egy újabb spawning pool készül. És fogynak a zealotok, de sajnos a spinecrawlerek is. A queen is folyamatosan dolgozza meg a zealotokat. Igen, ezt az offenzívet is sikerült visszaverni. Hát nem tudom, mit évő lenne itt más ebben a helyzetben, de elég szorult. Szó mi szó. Na és újabb 5 zealot érkezik. Egyik ők sérül csak csupán, és 2 spinecrawler és a queen áll csak az útjukban. Gyakorlatilag, ha egy kicsit kimaxol még, vagy hozzátesz pár zealotot, akkor semmi nem állhat útjában, hogy miszlik be a pricsa az én kis fészkemet. Nagyon-nagyon-nagyon szorult a helyzet. Bevétel szempontjából én most már jobban állok, de kell is, hogy ellensúlyozni tudjam, de ha ez az offenzíva is sikeresen felprédálja itt a készülő spinecrawlereket, akkor csak Queen nem állítja meg, de nem fogja tudni megállítani. Ajjajjajjajjajjajjajjajjajj. Már csak a 2 spinecrawler, jönnek a munkások is, újabb spinecrawlerek, és az utolsó spinecrawler is meghalt, kész. Zealotok nyertek. Gyorsan még pár munkással, hát ha sikerül leverni őket, de nem. Túlerő. Kardérre hányták a kis fészkemet. És itt gratuláltam az ellenfeleknek, ezt a mérkőzést ő nyerte. Na hát, tanulság. Kicsit visszatekerünk. Egy 1v1-es térképen fel kell készülni arra, hogy az ellenfél valami turpissággal itt a közelbe települ, és érdemes minél előbb legalább egy dolgozóval így körbederíteni így a másfél percnél a térképet, hogy az ezeket a sarkallatos pontokat legalább ide is szoktak erőszeretettel pakolni, vagy ide. Esetleg ide rögtön ide a bázis sarkába, tehát ezeket érdemes felderíteni, hogy ezeket a szituációkat kivéthessük. Mindazonáltal hősies bázis fenntartás volt. Még szerencse, hogy ennyi spinecrawler tettem le, de ez sem mentette meg sajnos a helyzetet. Lehet, hogy be kellett volna támadnom a munkásait, hogy ellene a spinecrawlerek megállt parancsoljanak a folyamatosan érkező újabb zealot utánpótlásnak. Na, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hamarosan jövök a következő epizóddal, és eldől, hogy ott vajon a 3 mérkőzésből sikerül-e szépítenem egy-egyre, vagy pedig nem. Sziasztok!